Nagypénteken régen nem csináltunk semmit. Régen. Most már jobban, ugye, mert mindenkinek munkahelye van, és hát kénytelenek nagypénteken is csinálni, nagypénteken előkészülni. Esetleg megfestettük a tojásokat. Sósavval, nálunk csak sósavval. Hagymahajba megfőzték, sósavval rajzoltunk rá mintát, virágokat, tájképet, jó magam, még tájképet is rajzoltam rá, hát még lánykoromban. És aztán szalonna bőrkével meg simogattuk körül a tojásokat, hogy szép fényes legyen. Volt, aki olajos suhával, de az szagos volt, nem szerettük. Volt olyan év, hogy 500 tojást rajzoltam meg. Jöttek a lányok az utcából, hogy jönnek, segítenek takarítani szombaton, csak én csak festem a tojásokat. Kőtes kalács azokat nem volt, meg ilyen puszta kalácsot sütöttünk egyet, kemencébe egy kemence kalácsot sütöttünk. Hát régen sütemény nem is nagyon volt. Egy-egy forrósra sütöttünk, csak kőtes kalács volt. Turós, mákkos, diós, lekváros, ilyen kalácsokat sütöttünk régen. Hát most már ugye jobban a sütemények vannak divatba, de hogyha a régi időkről beszélünk, akkor régen nem volt, nem sok sütemény volt. Nem, esetleg egy-egy tortát, ha valaki ha sütött, de általában kőtes kalács volt. Töltött káposztát csináltunk, aztán sonkát főztünk, az emlékezetemben az mindig volt. Sonka, kolbászt, mindig meghagytunk egy szál kolbászt téléről, hogy azt húsvétkor megfőztük a sonkával. Vasárnap mindenki otthon ebédelt, nem volt vendégség. Másnap, húsvét másnapján volt a vendégsereg. Esetleg vasárnap este, hogyha valaki elindult, de akkor csak a család volt, mindenki otthon. Hát szóval megfőztük a húslevest. Általában, ha volt idő, már jó, elért hetek előtt egy csigát csináltunk, kis csigát, nagy csigát, már akinek olyan kellett, de mondjuk egy tyúkból mi csináltunk két félét is, volt paprikás és tarhonya is. Már vasárnap, úgy két óra tájban jutok a gyerekek a himes szedni. Nálunk már vasárnap elindultak. Nem második nap, hanem vasárnap. Második nap elindultak a férfiak, a rokon hölgyeket meglocsolni.